Most következő vendégem Pesztent Imrén nem csak képviselőként, hanem számos civil kezdeményezés ötletgazdájaként is ismerős, Bauer Ferenc, a 13. számú választókörzet képviselője. Üdvözlöm! Üdvözlöm! Nézőkkel szintén! Mielőtt bejöttünk volna a stúdióba, egyfolytában csörgött a telefonja, és említette, hogy a kerületből hívják, tehát választók, illetve hát ugye akiket képvisel, mindig ennyien keresik? Mostanában. Milyen üggyel kapcsolatban? Hát Imrén, aki Imrén él, az egyet lát most. Az utcákat kerülgetjük, a földhalmokat kerülgetjük, csatornáznak, utat építenek, hol ez az utca van lezárva, korlátozva. Hát ez most kicsit nehéz az élet, mert a csatornázás nagyon belendült. Hogyan fogadták a Pesszent Imreiek a csatornázás hírét, illetve azt, hogy most már elkezdődtek a munkálatok? Hát szinte még akkor sem hitték el, amikor elkezdődött. Tehát olyan sokszor és soká hangzott el, hogy lesz csatorna, konkrét dátumokkal például, hogy emlékszem, utoljára egy ütemezést láttam még jó 6-7 évvel ezelőtt, ahol 2008 és 2010 köztre volt ígérve, hogy készen lesz. Úgyhogy amikor mondtuk, hogy jön csatorna, akkor mondták, hát megint megy a szokásos szöveg. No, most ennek viszont nagyon örültek, tehát annak, hogy épül a csatorna, hogy szépül Imre. Noha nagyon sokan azért nehezen viselik azt, hogy pont a házuk előtt, mikor megy a csatorna, por van, sár van esőben, gépek dolgoznak. Ez olyan, én is szoktam mondani, hogy a szobafestés. Összepakolnak a szoba közepére, blettelnek, festenek, por van, de amikor minden a helyére került, minden kitakarított, akkor le lehet ülni, és azt lehet mondani, ez tetszik. Hát bízom benne, hogy a csatornánál is szintén ez lesz a helyzet. Említette, ugye, hát a helyi sajtó sokat foglalkozott azzal, hogy Pesszent Imrén évtizedek óta várták a csatornázásnak az elkezdését. Az elmúlt 4 évben ugye ez volt az egyik legfontosabb beruházás, illetve változás ott a kerület részben. Mi az, amire ön szerint még Pesszent Imre büszke lehet ebből a 4 évből? Hát úgy gondolom, hogy egyértelműen a városközpontnak a megszépítése, felújítása. 90-es évek elején költöztem a családommal Pesszent Imrére, és hát ha a vendégeim voltak, főleg a külföldiek, akkor én megmondom őszintén, a városközponton keresztül nem nagyon vittem el magamhoz a lakásomra, hanem egy kicsit kerülő utakon, ahol mégis kertes házak voltak, ugyanis Pesszent Imre városközpontja kinézete, hát mindenhol csak nem városközpont. Na most ebben, így mondanám, az első lépéseket megtettük, megtörtént, kulturáltan váltak a járdák, az utak, épültek, új épületek, átalakultak, régiek, felújították, tehát így mondanám, hogy 30%-át a tennivalóknak megtettük, és a többi a jövőnek a feladata. Megélik az imreiek ezt a sikert? Ugye sokszor volt szó arról, hogy a Pesszent Imreiek mindig egy kicsit olyan mellőzöttnek érezték magukat a kerületen belül. Változott ez ezekkel a beruházásokkal vagy eredményekkel? Én azt mondanám, hogy joggal érezték azt, mert ha visszagondolok arra, hogy 10-15 évvel ezelőtt Imrén történt-e valami, nem nagyon emlékszem rá. És az Imreiekben az az érzés igenis ott volt, hogy mi vagyunk a mostoha kis testvér. Megépült a sportcsarnok az előző ciklusban, én nagyon örültem neki. De én azt hiszem, az Imreiek használják a legkevesebbet. Amit én nagyon pozitívnak éreztem korábban is, az a szakrendelőnek a felépítése volt, az nagyon sokat emelt az Imreieknek a közérzetén. Talán ez az egyetlen egy volt, ami így mondom, az előző ciklusban említeni tudni pozitívumként. Volt-e olyan terv, amit ön imrei lakosként szeretett volna, hogy megvalósuljon, illetve képviselőként szerette volna, hogy megtörténjen ebben a 4 évben, és egyelőre nem sikerült? Hát volt. Ha az imreiek elmennek a szakrendelőbe, vagy a fő utcán, Nemes utcán járnak, hát azt látják, hogy van egy szép szakrendelő, csak dicsérni tudom a tervezőt is, és mellette van egy üres telek, ami úgy nézett ki nagyon sokáig, hogy egy 32 emeletes tömbház épül, még garázssal, tehát így mondanám, egy torzó jött volna létre Pesszent Imre központjában, ami a következő 50-80 évben ezt a központot nagyon tönkretette volna. Most ez a telek visszakerült az önkormányzat tulajdonába, visszavásároltuk most egy tavalyi év folyamán, és oda szerettük volna, hogyha egy gyermekorvosi rendelő, egészségügyi, további egészségügyi szolgáltatásokkal felépült volna,
Hát ez most még ebben a ciklusban nem sikerült, de nagyon-nagyon bízom, hogy most a következő ciklusnak, így mondanám, a fő beruházása lehetne az egészségügyi központ. Ezt mindenképpen szeretném, hogyha még a tervekről beszélnénk, de előtte egy fontos kérdés. Ugye már a bevezetőben is mondtam, hogy önt ugye civil ötletek kezdeményezőjeként is ismerik a kerületben. Az egyik legfontosabb és leglátványosabb ötlet ugye a Vasvári Fesztiválnak a megalkotása volt, ami mögött ugye a Vasvári Pál Polgári Egyesület van, amelynek ön is a tagja. Egyrészt hogyan, kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan fogadták az imreiek a Vasvári Napoknak az ötletét, illetve azt, hogy ez most már ott egy hagyománnyá vált, és ön hogy látja azt, hogy mennyiben változik az ilyen kezdeményezéseknek köszönhetően a civil élet, a közösségi élet Pesszent Imrén? Én fiatalon egy nagy művelődési központnak voltam a vezetője egy 10 000-es településen. Imrének 23 ezer lakosa van. Na most egy település akkor él, ha az emberek közösségeket alkotnak, és ezek a közösségek az erejüket összeadják, összekapcsolódnak. Nekem egy negatív tapasztalatom volt itt Pesszent Imrén, hogy onnan indulok, az emberek nem köszöntek egymásnak. Tehát magyarul én egy olyan településre jöttem, ahol szinte mindenki ismert mindenkit, itt pedig pont az ellenkezőjével találkoztam, és célul tűztem ki azt, hogy amennyire a képességeim ezt lehetővé teszik, közösségépítésbe kezdjek. Na most ez a fesztivál egyrészt onnan épít egy közösséget, hogy a Vasvári Egyesületnek tagjai nagyon sok társadalmi munkát végeznek ebben, tehát gyakorlatilag egy közös munka élménye jön létre, egy közös kapcsolatokkal. A másik pedig, hogy egy olyan nagy rendezvényen vehetnek részt az imreiek, hogy Imrén, tehát itt ez a lényeg, Imrén, azt mondjam, elmegyünk a Vasvári Napokra. Idén harmadszor rendeztük meg, első világháború témáját bekapcsolva, Kárpát-medencei történelmi tanulmányi versenyt hozzácsatolva, lehetőséget adva az imrei iskoláknak a bemutatkozásra, tehát mindig törekszünk arra, hogy a fesztivál keretében a helyi imrei iskolák, kulturális csoportok is fellépjenek. Tehát egy lehetőség arra, hogy egy évben egyszer, 2-3 napot kimenjenek, beszéljenek, eltöltsék az idejüket, azt érezzék, hogy kulturálisan Imrén is történik valami. Tehát gondoljunk be egy hasonló nagyságú települést, ahol múltja van, mi minden történik egy évben. Ahhoz képest ezt még én kevésnek tartom, enni több kell. Magas labda volt, és akkor vissza is térhetünk a tervekre, és ez már megint a képviselői munkával kapcsolatos. Ha újabb 4 évre kap megbízást, illetve bizalmat, mi az, amit okvetlenül fontosnak tart a 4 éven belül megcsinálni? Mint korábban említettem, a gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat elhelyezése, és egyéb olyan egészségügyi szolgáltatások körének bővítése, ami így mondom a hétköznapi élet kényelmi szolgálja. Én gondolok masszázsra, gondolok természetgyógyászatra, gondolok optikusra, tehát ebben az épületben el tudnám képzelni összegyűjtve azokat az egészségügyi szolgáltatókat, akik mondom, kényelmesebbé temnék egy 23 ezeres település résznek az életét. Tehát ez van az egyik fontos szempont. A másik tovább építeni Pesszent Imrét. Tehát a volt felnőtt orvosi rendelő helyén elképzelhető új szolgáltatóház, sok minden. Tehát attól függ, hogy mire sikerül anyagi feltételt biztosítani, vagy mire jelentkeznek esetleg beruházók, hogy ők szeretnék ezt. A Pesszent Imre központját szeretném, ha szebb lenne. Tehát ott azért van még mit tenni. Tehát aki ott végig sétál, és látja az üzleteknek a színvonalát, kinézetét, 50-es évekre emlékeztet, látja a posta melletti zöldségesnek a színvonalát, hát én azt szégyennek tartom, és bízom benne, hogy ez a környezet itt a következő évben feltétlen szépülni fog. Pesszent Imre kapott egy lendületet ebben a 4 évben. Úgy érzi, hogy ez a lendület tartható? Bízom benne, hogy tartható. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Én is köszönöm szépen a lehetőséget.